természetesen nagyon sok kérdésünk van, most pedig átadom a szót az utolsó felszólalónak, Féde Milicsnek, őt konzekutív tolmácsolás keretében fogják fordítani angolra. И, наравно, у всякой ситуации новым сознанием и помощи задали наш рад у синдикат. First of all, I would like... Mindenek előtt azt köszönetet szeretnék mondani ezért a meghívásért, a vendégszeretetetekért. Köszönöm ennek a szervezetnek, hogy meghívott, és ahogy elképzeltem, nagyon sok mindent tanultam itt meg, és nagyon sok olyan tudáshoz jutottam, amit előtt nem tudtam, és nagyon sok sikert kívánok mindenkinek a jövőben. Jani partnera u Crnoj Gori veoma ozbiljno shvatili ovaj problem i zato ću veoma kratko informisati šta smo to mi konkretno do sada radili po ovom pitanju. Azt szeretném elmondani, hogy szociális partnerek között Montenegróban nagyon komoly együttműködés van, hogy megállítsuk ezt a jelenséget, tehát a gyerekek szexuális kizsákmányolását. Gore je osnovala Savjet za prava djeteta kojim presjedava ministar rada i socijalnog staranja. Kako je navedeno u odluci o obrazovanju savjeta, njegove obaveze su između ostalog izvršavanje obaveza propisanih konvencijom o pravima djeteta. Tu participira vrlo aktivno i sindikat turizma Crne Gore. U 2011-ben Montenegrónak a kormánya létrehozott egy tanácsot, megalakított egy tanácsot, amelyik a munkaügyi minisztériumon belül a gyerek kérdéssel foglalkozik. Ez a tanácsnak az a kötelessége, hogy ő betartassa a gyermekek jogainak a tiszteletét, és nemzeti tervet készített el, egy nemzeti tervet 2013-2017 között. Ehhez kapcsolódtak a szakszervezetek is, teljes támogatásukról biztosítva a kormány. Za djecu za period 2013-2017, koju je sindikat turizma pružio punu podršku i u narednom periodu će biti konkretno uključen u te aktivnosti. A közeljövőben, tehát egymással közösen összefogva kipróbáljuk kidolgozni a nemzeti gyermekvédő programot. Period 2013-2017 godina. U ovom dokumentu se identifikuju osnovni problemi u ostvarivanju, zaštiti i unapređivanju prava djeteta u našoj zemlji, kao i osnovni pravci njihovog rješavanja. Tehát a kormány politikájának a megvalósítása fog bekövetkezni 2013 és 2017 között. Ebben a dokumentumban lefektetjük az alapvető elvárásokat, a gyermekek alapvető jogait kimondjuk, és reméljük, hogy a fennálló problémákat meg tudjuk oldani. A najbolji interes djeteta, pravo na život, opstanak i razvoj i participacija djece.
Tehát ez a dokumentum a gyerekeknek az alapvető jogainak a tiszteletartását írja elő, az, hogy a gyerekeknek igenis joguk van az élethez és a fejlődésükhöz. Ennek a nemzeti tervnek a felépítése úgy néz ki, hogy tehát különböző tanácsok, tehát előírásokat ír elő, és hogy a gyermekek érdekében milyen együttműködésre van szükség. Upotreba djece u turističkim centrima. In 2012, in the framework. 2012-ben. Az Európai Tanácsnak a kampányával kapcsolatban, az előző direktívával kapcsolatban felvilágosító munkát végeztünk a turista központokban. Anya djece te naglašeno da je Crna Gora rastuća turistička destinacija i da ju obavezuje na posticanje saradnje javnog i privatnog sektora kako bi se smanjio negativan i pojačao pozitivan uticaj razvoja turizma. Tehát a múlt évben észrevettük azt, hogy különböző globalizációs problémák is vannak, és ennek következtében előfordult Montenegróban is a gyermekek kizsákmányolása, szexuális kizsákmányolása, és ez nagyon negatív érzéseket váltott ki, de és nem mindig segíti a turizmusnak a fejlődését. Seminár borba proti sezonske seksualne eksploatacije, gdje smo između ostalog istakli da sindikat pokazuje svoje opredelenje da u regionalnoj i međunarodnoj saradnji treba tražiti odgovor na suzbijanje ovog i svih ostalih vidova kriminala. Tartottunk egy szemináriumot, a különböző országok között folyt le, hogy hogyan lehet harcolni a gyermekek szexuális kizsákmányolása ellen. Felvetettük, hogy milyen kérdéseket kell, mi ellen kell harcolni, és hogy ne felejtsük el, hogy emögött bűn szövetkezetek vannak. O trgovini ljudima, mjereno ljudskim životom, postojanje makar jedne žrtve više nego razlog za uzbunu. Hogyha statisztikai számokat veszük, akkor azt lehet mondhatjuk, hogy Montenegro is átmeneti, tehát áthaladó átmeneti ország, ahol áthaladnak különböző események, emberek, és ez ennek a szempontjából is meg kell vizsgálni a kérdést. Biti spremni jedino prethodnom izgradnjom nacionalnih kapaciteta, ali i maksimalnom posvešenošću regionalnoj i međunarodnoj saradnji, koja s naše strane neće izostati kada je riječ o borbi protiv trgovine ljudima. Thank you. Nagyon elkötelezettnek érezzük magunkat, hogy ennek a kérdésnek ez ellen harcoljunk, és hogy megtaláljuk azt a választ, kézzelfogható választ adjunk erre a kérdésre, hogy nemzetközi szinten is jól összefogjunk, és lássák, hogy mi ezt a kérdést, ezt a negatív kérdést meg akarjuk oldani. Köszönöm szépen. Thank you.